Önök a Kultúrszobát látják, köszöntöm nézőinket! Csabai László kapta idén a Mésző Miklós díjat. A nyíregyházi származású író a nyírségi emberek szenvedés történeteit bemutató a Vidék lelke című novellás kötetért vehette át az elismerést. Vastapssal köszöntötték a meghívottak a Mésző Miklós díjat átvevő Csabai Lászlót. A Mészői nevét viselő egyesület a szerzők 2019-ben megjelent a Vidék lelke című novellás kötetéért ítélte oda a díjat. Trió novellákból áll, nem a számmisztika mélyülő vonzására utal, hanem a részlet és az egész közötti viszonyrendszer az egyedi és az általános közötti folyamatos átjárás igényére van. Egy ember életének három karakteres példákat mondok, egy ember életének három karakteres részlet kerül így egymás mellé. Vagy három különböző időszaka, vagy három ember életének találkozása egy adott pillanatban. A könyv cselekménye az 1900-as évek második felének Magyarországán játszódik, a főszereplői pedig egyszerű nyírségi emberek. Egyik legpozitívabb élmény, amely fiatal gyermekkoromban élt, az a olvasás lehetőségének a felismerése. 7 éves koromban eldöntöttem, hogy ez a legjobb a világon olvasni, nyilván a második legjobb dolog akkor pedig könyveket írni. És azóta soha egyetlen egy perc nem volt úgy, hogy ne lettem volna biztos ebben, és 7 éves korom óta semmi mással nem foglalkoztam, mint próbáltam könyveket írni és íróként érvényesülni. A Vidék lelkét szerkezetileg az író Száraz Évszak című úgynevezett duovellákat tartalmazó elbeszélés kötete előzte meg. Mindkettő alkotása a beregi nyírségi kis és nagy emberek életének egyszerű pillanataiba kalauzolja az olvasót. Karakterek? A családom, ismerőseim, színházi karakterek, filmes karakterek, könyvekben lévő karakterek. Soha nem létező karakterek, létező karakterek, és ezeknek mindenféle átváltozása és kapcsolódása. Karakterekkel van tele a világ, és egy embernek is nagyon-nagyon sok karaktere van. Csabai László azok közé az írók közé tartozik, akik már gyerekkoruk óta ezzel akartak foglalkozni. Egy-egy munkájához éveken keresztül gyűjti az ötleteket szülő benyomásokat. Első igazán elismert írása a Szimbád a detektív című fikciós krimi 2010-ben jelent meg. Szimbád történetét aztán később két másik könyvvel trilógiává bővítette. A Vidék lelkénél viszont inkább a szociografikus pontossággal megírt részletek dominálnak. Az első könyvemben még elég sok ilyen kis fantasztikus történet volt, de aztán rájöttem, hogy nincs fantasztikusabb, mint a valóság. Tehát egyszerűen elképzelni nem lehet olyat, ami meg ne történne. Sőt, olyan is, mi történik meg, amit lehetetlen elképzelni. És ezek leírása értékelés nélkül igen-igen nagy költői feladat, és igen-igen sikerrel kecsegtető. A világ legjobb könyvei, legyen az Thomas Mann, vagy Mésző, vagy Dostoyevsky, vagy Gogol, alapvetően realista regények. És a realizmushoz kell a növényvilág bizonyos fokú ismerete, a települések bizonyos fokú ismerete, az emberi lélek bizonyos fokú ismerete is, mindazoknak a szokásrendszereknek az ismerete, amelyek jellemeznek egy adott társadalmi réteget, egy adott települést. Tehát szociográfiára szükség van, és számomra ez öröm. Öröm megismerkedni egy adott vidéknek a jellegzetességeivel, különösen úgy, hogy össze tudom hasonlítani egy másik vidéknek a miben létével. Olyan ez, mint amikor beszéljük az anyanyelvünket, nyilván szeretjük, de igazán csak akkor jövünk rá, hogy milyen szép az anyanyelvünk, és miből is áll az anyanyelvünk, ha megtanulunk egy idegen nyelvet. Na ugyanúgy bárhová járok Magyarországon, vagy Európában, igyekszem mindenütt feloldódni és a helyi sajátságokat megfigyelni, és aztán ezeket le is írom. Iskolában dolgozom 4 óráig, hazamegyek 5:30, és 5:30-10-11-ig írok. Néha megcsinálom a vacsorát, ez egy 1/2 óra, de szünetekben, meg hétvégén, meg reggel 8-tól este 10-ig. Tehát a napi 8 óra írásom az megvan. Ezt szoktam mondani, és igaz, de valójában 24 órát írok,
mert az ötletek folyamatosan jönnek még munkaidőben is, és folyamatosan rögzítem, soha nem megyek el napló nélkül. A naplóm ott van az ágyam mellett, amikor alszok, mert amikor felébredek, akkor is jönnek az ötletek. Tehát az egész életem az irodalomról szól. Amikor most kilépek, visszahelyezkedem egy megirandó regényemnek a karakterei közé, és miközben nézem Szekszárnak az utcait és a településeit, a képzeletbeli regényemnek a szereplőit látom ott mozogni, beszélgetni, és lehet, hogy fognak valami olyasmit mondani, amit gyorsan lejegyzetelek, hogy majd amikor a laptopom elé ülök a dolgozószobámba, akkor újról, tehát egy párbeszédbe is be tudjam építeni. Fáradhatatlan íróként a már Mészöly Miklós díjjal is elismert Csabai László természetesen most is dolgozik épp egy regényen. Van egy sorozatom, egy szindbárdos sorozat, nincs semmi köze a Krudi-féle szindbárdhoz, az egy nyomozó, Szindbárd a detektív, az első része, ami részben Nyárligeten, tulajdonképpen Nyíregyházán, részben Bagdadban játszódik, Szindbárd Szibériában, a második része Szibériában, Szindbárd a forradalmár, a harmadik rész, szintén Nyárligeten játszódik, már megírtam a negyedik részét, ez a valamikor létezett Nyugat-Németországban játszódik, és már itt van a fejemben az ötödik rész. Ez nem Magyarországon fog játszódni ez sem. A Mészöly Miklós díj mellett idén is átadták a Mészöly Miklós emlékplakettet, amit minden évben olyan valaki vehet át, aki szekszárdi vagy valamilyen módon kötődik a városhoz, és kiemelkedőt nyújtott az író életművének és emlékének ápolásában. Az elismerést idén Szollát Dávid irodalomtörténész kritikus fordító vehette át, aki 2016 óta a Mészöly Miklós művei című sorozat szerkesztője. A világháború utáni magyar prózában úttörő volt, nagyon fontos poétikai, művészeti kérdésekben egészen új és nagyon különböző hangokat próbált ki és valósított meg egészen rendkívüli magas színvonalon. Az úttörőt úgy értem, hogy valóban nagyon kortársa volt az akkor zajló európai intellektuális központoknak, hogy mi zajlott akkor Berlinben, vagy Párizsban, vagy Rómában, vagy Lengyelországban. Azzal egyidejű jelenség volt. Egy olyan időszakban, amikor nagyon-nagyon nehéz, a kulturális elzártság miatt nagyon-nagyon nehéz volt egyidejűnek lenni, egyenrangú párbeszédpartnernek lenni azzal, hogy mi ami Nyugat-Európában zajlik. Ugyanakkor ezt a magyar irodalmi és művészeti és kulturális hagyományokba tudta integrálni, politikai ellenszélben, ami a szellemi hagyatékhoz tartozik, az, hogy nagyon sok tanítványa van ebben a tekintetben, vagy nagyon sokaknak megnyitott utakat. Nem is egy író generációnak, hanem legalább kettőnek, háromnak. Nem magyar, nagyon kevesen, az ő generációjából nagyon kevesen hagyták rajta ennyire a nyomukat, ő úgy mondaná a vízjelüket a magyar próza nyelven, mint amennyire Mészöly Miklós. A most Mészöly Miklós emlékplakettet kapó irodalomtörténész fő kutatási területe a két világháború közötti baloldali magyar költészet. 1975-ben születtem, úgyhogy az eszmélkedésem az arra az időszakra esett, amit úgy hívnak, hogy posztkommunizmus, kommunizmus utániság, vagy szocializmus utániság. A 90-es évek, az ezredforduló egy olyan időszak volt, amelyben nagyon igyekezett a magyar értelmiség nagyon igyekezett megszabadulni, érthető okokból igyekezett megszabadulni az elmúlt rendszernek a tehertételeitől. Én viszont annak az utolsó évtizedében voltam gyerek, és engem nagyon érdekelt, hogy miért akarunk ettől ennyire megszabadulni. Nagyon érdekelt az, hogy működött az a gondolkodás, hogy működött az a nyelv, amit akkor használtak, így hát ezért álltam neki egy doktori kutatás keretében azt kutatni, annak a irodalomtörténeti gondolkodását, a kommunizmus, a szocialista időszaknak a gondolkodását kutatni, és egészen visszamentem odáig, a két világháború közötti időszakban, amikor baloldali gondolkodás illegálisnak számított, vagy illegalitásban volt, legalábbis nagyon nem volt támogatott, finoman szólva,
és amelynek elég jelentős alakjai voltak, Lukács Györgytől kezdve, József Attilán keresztül, lehetne sorolni neveket, hát ez a válasz arra, hogy miért fordultam ebbe az irányba annak idején. A Mészöly Miklós irodalmi hagyatékát gondozó egyesület 2004-ben alapította a Mészöly Miklós díjat és az emlékplakettet is. Ismert Szekszárdon járt a Pannon Filharmonikusok kamarazenekara. A Harsona művészekből álló kvartett ezúttal a belvárosi katolikus templomban koncertezett a vasárnapi mise után. A komoly zenei produkció a kultúrát hivatott népszerűsíteni. A Pannon Filharmonikusok tagjaiból alakult kamarazenekar félórás koncertjét hallgathatták meg a szekszárdi mise résztvevői vasárnap a belvárosi katolikus templomban. Ezt a kvartettet a kollégáimmal alapítottuk, ami egyébként a Pannon Filharmonikus zenekaron belül nem egyedülálló együttes, ugyanis körülbelül 43 együttes alakult, így a kollégák, tehát a vonós kollégák, fafós kollégák is összefogtak, és ezekre az alkalmakra, amit most a mai napon is megtapasztalt itt a szekszárdi közönség, az úgynevezett Csillagösvény néven futó koncertsorozat, ami a kultúrát hivatott népszerűsíteni, és hát úgy gondoltuk, hogy erre az alkalomra a kollégákkal mi is összeállunk. Egyébként is vállaltunk ezzel a formációval fölépéseket, de így még nagyobb kedvel indulunk neki ennek a programsorozatnak, és örömmel készülünk mindenféle fölkérésekre. Minden koncertet úgy élünk meg, hogy egy nagy élmény, ugyanis a helyszínektől függetlenül, tehát nyilván ez egy gyönyörű templomban vagyunk most, de hogyha a Pécset a Kodály Központban játszunk, vagy ha esetleg szabadtérre kerül a sor, olyan szép környezetben, egy szép téren, tehát igazából nem válogatunk ilyen tekintetben, minden alkalmat, minden helyszínt nagyon pozitívan élünk meg, és nagyon szeretjük. A hideg ellenére is például ebben a templomban. Mai napra speciálisan templomban gyakran játszott műveket, illetve hát a barokkorból, bécsi klasszicizmus korából származó zeneszerzők műveit játszottuk, ami ugye nyilván a templomi hangulathoz illik, illetve a misékhez, tehát ezeket a darabokat részesítettük előnyben. Egyébként van sokfajta repertoárunk, jazz átiratoktól kezdve induló jellegű, tehát mindenféle műfajban szerepelnek átiratok. Tulajdonképpen ugye a templomban a legrégebb óta jelenlevő hangszer az orgona, ami ugye hát nem helyettesíthető mással, de mégis vannak együttesek, mint például egy ilyen hasonlókvártett, vagy nagyobb létszámú részfolós együttes, akik próbálnak erre a hangzásra törekedni, hogy a orgonának azt a homogén együtt hangzó hatását el tudják érni. Mi is ezt próbáltuk most ebben a hidegben, ami ilyenkor speciális, ugyanis az intonációra hat ki legjobban, ez azt jelenti, hogy a hangszerek hangolása ilyenkor kicsit egymástól eltérő tud lenni a hideg miatt, ez kicsit fizikai dolog, illetve nem is kicsit, és ez kicsit tudja nehezíteni a dolgunkat, ilyenkor jobban kell fülelni egymásra, hogy a megfelelő hangfekvésben tudjunk együtt lenni, és hogy ami kifelé, a közönség felé szól, az ne legyen a fület bántó hangzás. Az
biztos, hogy a sokféle műfajban használható hangszer. Tehát ugye egy 400-500 éves múltra tekint vissza eleve a hangszernek az életkora, és ez alatt az idő alatt a különböző zenei stílusokban mindig helyet talált magának. Mai napig például ugye minden szimfonikus zenekarban előfordul, a barokk korszaktól kezdve, és legtöbb esetben előfordulnak jazzes, big band együttesek, illetve nyilván aki ismeri a fúvószenekari világot, ott a fúvószenekari hangszerek között is egy fő hangszer tulajdonképpen. Tehát mindenféle stílusban el tud helyezkedni ez a hangszer. És hát ezért szeretjük igazából, mert hogyha, tehát úgy mondjuk magunkra, hogy rugalmasak vagyunk minden tekintetben, mert tulajdonképpen bármilyen zenei stílusban képesek vagyunk produkciót a közönség elé tárni. A megyei kórház támogatása nem ért véget azzal a 100 milliós támogatással, amit a szekszádi Rotary Klub kezdeményezésével jött létre az elmúlt években. Derült ki többek között a klub évadnyitó jótékonysági báján, ahol azt is megtudtattuk, hogy a Kálvária tető alján található, eddig kihasználatlan területen, szintén a szekszádi Rotarisok jóvoltából egy szép szabadidőpark kialakítása kezdődött el. A legelegánsabb bálok egyike a megyében a szekszádi Rotarisoké, már talán létezése óta. Ilyenkor egy kicsit ellazulva szórakoznak, a közjóért önzetlenül folyamatosan tenni akarok. Ilyenkor elmondják a nyilvánosságnak, mivel ment egy kicsit előbbre általuk a szűke pátria, mire lesznek majd büszkék évek múltán, ha 2019-20-ra visszatekintenek. Lezárult egy több évet felelő egészséget támogató nagy projekt, a Balassa János megyei kórház összességében 100 milliós értékben történő támogatásra, amivel a hazai és nemzetközi klubéletben bizony felhívták magukra a figyelmet a szekszárdiak, ami a kapcsolati tőke működésének is köszönhető. Az egészségügy támogatása ezzel, ha úgy tetszik, még nem csengett le. Állandóan van olyan osztály, állandóan van olyan hely, ahova a Rotarynak mindig segíteni kell, és segíteni is fogunk. Ilyen a hospice alapítvány, amit már régebb óta minden évben támogatnak. A 2019-20-as évben egy eddig parlagon heverő, abszolút városképi jelentőségi terület, mondhatni közhasznúvá tételén dolgozik a szekszárdi Rotary Club, ami ha elkészül, Szekszárd egy igen szép természeti környezetben levő szabadidő parkkal gazdagodik majd, 200 cserjét már el is ültettek. Ha a szekszárdi gyermekotthont keressük fel, a Rotarisok látványos segítése, jelenléte megkerülhetetlen. A gyerekekkel való karácsonyi találkozás könnyesre sikeredett. A gyermekotthonban 3 pavilont állítottunk fel, ahol a gyermekek tudnak találkozni a hétvégeken esetleg szüleikkel, hozzátartozóikkal, rokonaikkal. Nagy öröm látni azt, hogy szívesen használják. És egy kis visszajelzés, hogy a mostani karácsonyi ajándékozásunk során meg kellett volna szólalniuk a rotaristáknak is, csak fátyolos volt a szeme a csapatnak, és nem tudtunk megszólalni, olyan aranyos és szívhez szóló köszönetet mondtak, és olyan műsor volt. Ami a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek támogatását illeti, 2019-2020-as tanévben 2 középiskolást támogatnak céljaik elérésében. Az első Béla gimnázium földrajztantárgyban és az ehhez kapcsolódó témakörökben számos országos pályázaton sikeres tanulóját, Herceg Olivért egy laptophoz, illetve egyéb informatikai eszközök vásárlásával segítik. A Csapó Dániel középiskola rendvédelmi osztályában járó Puskás Leticiát pedig abban, hogy mihamarabb jogosítványt és nyelvvizsgabizonyítványt szerezzen. A 2 fiatalnak a bálon adta át a szekszárdi Rotary Klub regnáló elnöke a támogatásokról szóló tanúsítványt. Az összes középiskola megkapta ezt a felhívást, és a beérkező pályázatok közül
Kettőt érdemesítettünk nyertesnek hozni, és ők megfelelő komoly összeggel 2020-ban elősegítjük részint a tehetségük továbbfejlesztését, részint pedig továbbiakban is tudjuk a pályájukat követni. A szekszári rotarisok báján a Pécsi és a Bajai Klub képviselője most is természetesen megjelent. A Bajáról érkező vendég magas rangú volt, hiszen éppen az alkormányzó tisztséget tölti be. Volt már közös projektje a két egymáshoz közeli klubnak, a vakok és gyengéllátók tájékozódását segítő domborművel, ami Szekszárdon a Béla téren található, a város egy nevezetes területét mutatja be ez. Körülbelül együtt kezdte el a két klub, nekünk kicsit nehezebben ment elintézni a hivatali ügyintézést, ezért mi egy kicsit később adtuk át, de igazából úgy gondolom, hogy együtt jönnek. Ha jön egy jó ötlet, akkor én azt mondom a Rotarin belül nem szégyen ellopni. Idézőjelbe téve ezt az ellopnit, át kell hozni, adaptálni kell a megfelelő körülményekre, és akkor utána ebből igen jó projekteket ki lehet alakítani. A Rotary Világszövetség prioritásként 2020-ra valamennyi klub számára a klubtagok családtagjainak megnyerését, a jótékonysági mozgalomba való bevonását jelölte meg. A Magyar Kultúra Napja alkalmával Kéfel György, klarinét művész, az Állami Operaház tagja. Az Operaház nagykövete tartott előadást a szekszárdi Garai János gimnáziumban a fiataloknak. Kultúra nem csak hazánkban, hanem szerte a világon van. A kultúrát közvetítik. Január 22-e a Magyar Kultúra Napja. Nem véletlen a választás. Az 1989 óta ünnepelt jeles nap Kölcsey Ferenc nevéhez fűződik, aki a kézirat szerint 1823-ban ezen a napon fejezte be a himnuszt. A nap alkalmából az elmúlt évekhez hasonlóan idén is az Operaház nagyköveti programjába becsatlakozva szerveztek előadást a szekszárdi Garai János gimnáziumban. Igazából az első olyan magyar zeneszerző, nem fogok zenetörténet olyan tartani, mert a hangszerekről kell most beszéljek, az első olyan magyar zeneszerző, akit már magyarként ünnepelhetünk, az ugye Erkel Ferenc, aki a mai nap apropóján, mondhatjuk, a himnuszt megzenésítette. A mai napra a feladat, vagy a kérés az volt, hogy a zenekarról és az hangszerekről beszélgessünk. Mint az Operaház nagykövete, én zenészként vagyok nagykövet, tehát én 30 évig ott ültem a zenekarban, úgyhogy itt most a reneszánsz kortól a mai zenekarig áttekintjük, hogy milyen hangszerek voltak, hogy fejlődnek, és erre példákat meghallgatjuk a különböző hangszereknek a sajátosságait, hogy milyen zenét, milyen hangszerrel jó kísérni, és hát ezek a hangszerek, ezek mire képesek, és hogy tudnak együttműködni. Szó fog kerülni a programban arról is, hogy a magyar komoly zene hogyan fejlődött, és a végén pedig itt egy diák segítségével Bartók Béla Három Csíkmegyei Népdal című művét fogjuk eljátszani, ezzel tisztelegve a magyar népzenének és a magyar zenének. Ezek ugye a mai vonós hangszerek. Ezen a képen már annyira jól nem lehet látni, de azért kivehető, ha másból nem a hangoló kulcsokból, hogy négy húrja van, kivéve jobb oldalon a nagy bőgőt. A nagy bőgőből kétféle változat van. Van egy négy húros, van egy öt húros. Vajon miért van öt húros nagy bőgő? Azért van öt húros nagy bőgő, azon van még egy még mélyebb húr. Az öt húros nagy bőgőnek a teste is nagyobb, és azzal tudnak még mélyebb hangot előállítani. Ezek az öt húros bőgők, ezek csak a 19. század végén kerültek vissza a vonós hangszerek közé, mert ugye az előbb szó volt róla, hogy igen, hat húrosok voltak eleve. A bécsi klasszikus korban, ami számunkra a mérvadó, akkor lett minden vonós hangszer négy húros, és aztán amikor a romantika kezdte a korlátait feszegetni, akkor szükség lett arra, hogy legyen még mélyebb, és már nem volt rá lehetőség a négy húrban, és így lett ez a ötödik húr rátéve a nagy bőgőre. Kulcskérdés még mindig, hogy a műfajt a fiatalok is megszeressék, megismerkedjenek vele, ne tartózkodjanak tőle. Ezért az előadás célja az is volt, hogy az újabb nemzedékek kedvet kapjanak a komoly zene hallgatására. Ennek a programnak a feladata és a célja, hogy
egyrészt megismertesse, másrészt bevonza, Szekszárd sincs olyan messze Budapesttől, bevonza a fiatalokat, hogy ne azt mondják, hogy ez hülyeség, és nem foglalkozunk az operával vagy a komoly zenével, hanem ismeretlenül mondják ezt, hanem jöjjenek oda, és egyszer tapasztalják meg. Én az ország sok részén voltam már ilyen programokat, előadásokat tartani, és nagyon büszkén mondhatom, hogy Szekszárdtól Kisvárdáig mindenfelől sikerült 30-40 fős csoportokat eljuttatni az operaházba, és akkor, hogyha már egy ilyen csoport eljön, és abból a 30-40-ből 5 fog a szüleivel esetleg visszamenni, akkor már eredményt értünk el. Hát a cél ez. Mindenféleképpen arról szeretnék beszélgetni velük, hogy mennyivel másabb, és az emberi lélekre mennyivel megnyugtatóbb az, hogy nem ezeket a állandóan csak fülsértő és nagyon hangos zenéket hallgatjuk, hanem ez megnyugvást okoz, lelki nyugalmat okoz, és milyen a komoly zene, és milyen módon tud hangulatokat visszatükrözni, milyen módon lehet a énekléshez, a baletthez, vagy az önálló zenéhez kapcsolni a hangszereket és ezeknek a hangszíneit és sajátosságait. Az alján működik, de ezt ki lehet számolni, ki lehet mérni, meg lehet készíteni, kimegyünk az udvarra, kivágunk egy fának a vastag ágát, meg lehetne faragni, és lehetne belőle csinálni egy harimétot, oboát, fiolát, bármit. Mert le tudjuk másolni. Még szólna is. Csak hát a fa a nedvességből él, és a fúvós hangszerbe ugye fújjuk, azért fúvós hangszer, fújjuk bele egyfolytában a levegőt, és az a levegő, amit az ablakra ráfújunk mondjuk, abból ott pára lesz, és tudunk rajzolni bele egy szívecskét, vagy egy napocskát. Na most a hangszerbe belefújjuk, az a pára ugyanúgy oda kerül, ha most itt a udvaron levő diófa ágából csinálnánk egy klarinétot, akkor lehet, hogy 2 hét múlva nőne rajta egy ágacska, mert a nedvesség életben tartja. Most ahhoz, hogy ezeket az eleve speciális fákat felkészítsék arra, hogy hangszerként üzemelhessenek, ezeket meg kell ölni. Megvan ennek a módja, ezt minden hangszerkészítő titokba tartja, hogy pontosan milyen eljárással, de különböző olajokba kell áztatni, aztán hosszasan szárítani, kiölni a fának az összes olyan apró erezetét, ami az életét biztosítja, ami felszívja a vizet és égeteti a fát, és akkor lehet belőle hangszert csinálni. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!